Tisztelettel köszöntöm a sajtón megjelent képviselőt, és köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Én úgy gondolom, hogy egy rendkívül fontos, talán az ország életében az egyik legfontosabb kérdésről van szó, mégpedig a vállalkozások helyzetéről. És ha visszatekintünk az elmúlt időszakra, akkor egy nagyon súlyos örökséget kellett átvennünk 2010-ben, hiszen az egész ország tulajdonképpen romokba hevert. Nem csak a közpénzek voltak, és a költségvetés volt kritikus helyzetben, hanem a vállalkozások is, a gazdaság alapjait alkotó vállalkozások is rendkívül nehéz helyzetben voltak. Nagyon magas volt a munkanélküliség, emlékezzünk vissza, 12%-ot megközelítő mértékű volt a munkanélküliség, az európai átlag az olyan 8% körül mozog, most is, és az ehhez képest is, és az ország helyzetéhez képest is rendkívül magas volt a munkanélküliség. Nagyon sokan keresték a helyüket a világban, az országban, a településükön, az otthonukban, és nagyon sokan úgy kezdtek el szocializálódni, hogy nem volt kötött programjuk, hanem otthon várták a csodát, várták azt, hogy jobbra forduljon a helyzetük. Az előző kormányzat igazából keveset tett annak érdekében, hogy új munkahelyek jöjjenek létre, illetve keveset tett annak érdekében is, hogy a régi munkahelyek megmaradjanak, hanem ilyen munkanélküli segélyeket és különféle szociális juttatásokat próbált osztani, és ezzel enyhíteni ezt a feszültséget, na de az alapvető problémát ez nem kezelheti értelemszerűen. 2010-ben ezt az örökséget kellett nekünk lényegében feldolgoznunk, és egy olyan irányt meghatároznunk, amely a kivezető utat is megtalálja. A foglalkoztatás terén rendkívül jelentős eredményeket sikerült elérni. Ezt önök is tudják, ezt talán mindenki tudja. Most 4% körüli, valamivel több mint 4% a munkanélküliségi arány. Ez még mindig magas a teljes foglalkoztatottsághoz képest. Nekünk az a szándékunk egyéb iránt, hogy mindenki megtalálja a munkavilágában a maga helyét és szerepét. Tehát még további feladataink vannak. Azonban a munkaerő piacot, hogyha megnézzük, akkor érdekes módon nem csak munkanélküliséget tapasztalunk, hanem munkaerő hiányt is tapasztalunk, és ennek több oka van. Az egyik oka értelemszerűen az az, hogy a Magyarországról nagyon sokan külföldön találták meg a jövedelemszerzési lehetőségeiket, jellemzően a szomszédos országokban, Ausztriában, kicsit távolabb Németországban, de nagyon sokan vannak Angliában, Franciaországban, az északi államokban és szerte Európában. És ez a munkaerő, ez nálunk hiányt jelent, hiszen általában azok az emberek vállalkoztak erre, hogy külföldön keresik meg a család megélhetéséhez szükséges forrásokat, akik ambíciózusabbak, energikusabbak, talán jobban képzettek, talán jobb minőségű munkát tudnak végezni, és kint is meg tudják állni a helyüket. És ez az volt tapasztalató, hogy a magyar munkaadók elveszítették végül is a versenyképességüket, és nem tudták, ma már egyértelműen látható, hogy nem tudják itthon tartani azokat a szakembereket, akikkel ők jó minőségű munkát és versenyképes tevékenységet tudnak folytatni. És elkezdődött egy párbeszéd a kormányzat és a munkaadók között, kis- és középvállalkozások, nagyvállalkozások, kamarák vettek ebben a megbeszélésben, ebben az egyeztetésben részt, és arra az egyöntetű megállapítás jutottak, hogy kormányzati szinten kell beavatkozni ebbe a folyamatba, és a kormányzatnak segítenie kell azt, hogy a magyar munkaerőpiac egy egészséges irányba induljon el. Ez egyrészt a szakképzést, képzés-szakképzést érinti. Én úgy gondolom, úgy látom, hogy az elmúlt időszakban komoly lépéseket tett a kormányzat a szakmunkásképzés területén. Másrészt azonban a
munkaerő ára tekintetében is egy jelentős lépést kell tenni. Annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban azért lássuk be, hogy akár a minimálbér tekintetében, akár a bérminimum tekintetében jelentős lépéseket tettünk előre. Ez egyértelműen a polgári kormánynak köszönhető, hiszen sokkal nagyobb mértékben emelkedtek ezek a tételek az Orbán kormányok idején, mint azt megelőzően. De ezzel a lépéssel nem lehetünk elégedettek, és nem csak a közszférában, hanem a vállalkozói szférában is jelentős mértékű béremelkedést kell elérni és megvalósítani. Emlékezzünk vissza, hogy a közszférában azért lépegettünk előre, például a pedagógusok, közalkalmazottak bérének a igen jelentős emelését szeretném hozni, vagy akár az egészségügyi dolgozók, vagy pedig a fegyveres szolgálatot teljesítő állomány igen jelentős bérrendezése is említhető. Most napirende van például a polgármesterek illetményének a jelentős emelése is. Tehát a közszférában lépegetünk előre, nyilvánvaló még vannak feladataink ezen a területen, de nem szabad elhanyagolni a vállalkozói területet is. És itt igazából az a nagy kérdés, hogy milyen típusú együttműködés lehet kialakítani az állam és a vállalkozók között. Nyilvánvaló, hogyha azt szeretnénk, hogy a hazai kis és közepes vállalkozások versenyképesek maradjanak, és olyan munkaerőt tudjanak foglalkoztatni, amelyek ezt a versenyképességet lehetővé teszik, akkor könnyíteni kell egyrészt a munka béreket terhelő adókat és járulékokat, másrészt egyéb módon kell ösztönözni a vállalkozások fejlődését. Ugye az egyéb módok között ott van például az uniós források felhasználása, nagyon helyesen, a kormányzat úgy döntött, és egyéb iránt ezt a parlament is messze menően támogatja, hogy az uniós források 60%-át, tehát több mint a felét, csak és kifejezetten a kis és közepes vállalkozások támogatására, illetve vállalkozás fejlesztésre lehet használni közvetlen támogatással és közvetett támogatással egyaránt. Én úgy gondolom, hogy ez a forrás egy jelentős támogatást, jelentős segítséget fog nyújtani a vállalkozások számára. Én abban bízom, hogy ez a forrás kellő hatékonysággal kerül felhasználásra. Azonban vannak egyéb lehetőségei a kormányzatnak, és most ezzel az egyéb lehetőséggel kíván élni, és a munkaadókkal, a kamarákkal kötött megállapodás alapján több évre vonatkozóan egy közteher csökkentő programot indított el a kormányzat, amely egyrészről a járulékok jelentős mértékű csökkentését, adók csökkentését és egyéb kedvezményes lehetőségek kiterjesztését, kibővítését foglalja magába. Most ezek közül szeretném én például elsőként kiemelni a minimálbér programot. A 2017. január 1-től a minimálbér 127.500 forint lesz. Ez egy igen jelentős előrelépés, és azt gondolom, hogy ez vállalható a vállalkozók részéről is, hiszen a foglalkoztatás kérdésében ez egy döntő tényező, hogy milyen béreket kíván és tud fizetni a munkavállalóknak. A munkavállalóknak is természetesen elemi érdekük, hogy ez a minimálbér, ez kiszámítható, folyamatosan emelkedő tétel legyen. A másik egy garantált bérminimum, amely már a szakképesítéssel rendelkező réteget érinti. Itt 2017. január 1-től 161.000 forint bruttó lesz a garantált bérminimum, és ennek a nettó értéke egyéb iránt 107.000 forint, tehát ez is egy igen jelentős változás. Azt említettem, hogy ez egy több éves program, 6 éves program tulajdonképpen, amiről most konkrétan tudunk beszélni, az a 2018-at érintő változás,
A minimálbér összege a 127.500 forintról 138.000 forintra fog növekedni, és a garantált bérminimum pedig az előbb említett 161.000 forintról 180.500 forintra fog változni. Tehát ezek a tételek, ezek megállapodás alapján alakultak ki, a munkavállalók, a munkaadók és a kormányzat ezekben a tételekben állapodott meg. Én úgy gondolom, hogy a másik része is igen jelentős. Szeretném elmondani azt, hogy a vállalkozásokat terhelő adó mértéke is jelentős mértékben csökkenni fog. Például a társasági adó az egységesen 9%-ban lesz meghatározva. Korábban a kis és közepes vállalkozások 10%-ot fizettek, tehát itt a csökkenés nem olyan látványos. A nagy vállalkozásokat viszont igen jelentősen fogja érinteni, hiszen a korábbi 15%-ról 9% pontra fog csökkenni ez a mérték. A kormányzatnak tehát egy komoly szerepvállalása érhető tetten ebben a kérdésben, és azt tudom mondani, hogy még keressük a további lehetőségeket, hogy milyen módon lehet a magyar munkaerőpiacot stabilizálni, illetve tovább fejleszteni szakmai szinten, és tovább fejleszteni bér szintjén is. Meggyőződésem egyéb iránt, hogy ezek a tételek, tehát a munkabérek jelentős növekedése, akár a közszférában, akár a vállalkozói szférában, hozzájárul jelentős mértékben a gazdasági növekedéshez, hozzá fog növekedni a belső piac élénküléséhez is, és ez rendkívül fontos azért is, mert a magyar gazdaság az rendkívül kitett, a külföldi érdekeltségek rendkívül nagy befolyást alakítottak ki a gazdaságban, és rendkívül kitett a gazdaság olyan értelemben is, hogy az exporttól rendkívül módon függ, és igen, fontos feladatunk az, hogy ezt a kitettséget, ezt az export kitettséget valamelyest csökkentsük. Az egyik lehetséges módja a belső fogyasztás és a belső beruházási kedv élénkítése lehet, amely a kitettséget jelentős mértékben csökkentheti. Köszönöm szépen a figyelmüket!